Március 15-i forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Pesszent Imrén. Elsőként Bányai Júlia emléktáblájánál a táncsis iskolások tartottak kis ünnepi műsort. A hősnő elhunyt férje nevével jelentkezett elsőként Kossuth seregébe közlegénynek. Bem tábornok alatt az erdélyi hadjáratokban kapott századosi rangot. Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna, éljen a nemzet. Gyere, bajtás katonának, téged tesznek kapitánynak, bár esztendőnek a világ, éljen a magyar szabadság, éljen a nemzet. Az ünnepség végén a jelenlévő politikai pártok képviselői, civil szervezetek vezetői és az iskolák óvodák pedagógusai helyezték el a megemlékezés koszorúit Bányai Júlia emléktáblájánál. Innen többen a pár száz méterre található Vasvári Pál kopjafához sétáltak át, ahol az adi iskolások készültek kis előadással. Édes hazánk, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benne, hogy apáink halálával elhalt, illik-e még oldalni akart. A református templom kertjében található kopjafánál Csikány Tamás hadtörténész a Pilvax kávéház március 15-i délelőttjét elevenítette fel szavakban. Józsefnapi vására készült a város Pest, és gyűltek oda a gazdák is, ott kávézgattak, és ott Petőfi elmondta a nemzeti dalt, először ezen napon összesen négyszer fogja elmondani. Jókai is szót kért és elolvasta a petíciót, testvéreim, ez a pillanat nagy tetteket igényel tőlünk, Európa halad és boldogul, nekünk is haladni és boldogulni kell, legyen béke, szabadság és egyetértés. És így folytatta sokáig, óriási öröngés volt már akkor, úgyhogy már úgy kellő hangulat megvolt ahhoz, hogy legyen itt most valóban egy jó kis tüntetés. De mi kell egy tüntetéshez? Hát tömeg, anélkül biztos, hogy nem megy. És ráadásul olyan tömeg, aki szervezett tömeg. Hol vannak ilyen nem szervezett emberek, akik ráadásul rá is érnek, és ráadásul nagyon unatkoznak? Hát az egyetemeken ott ülnek, szegények, hallgatják az órákat, hát biztos, hogy málig várják, hogy forradalom legyen. Úgyhogy ezt Petőfék tudták, hogy is mentek először az orvosi karra. Petőfi szinte lelökte az előadót a pulpitusáról, és megint elmondta a nemzeti dalt. Jókai elmondta 12 pontot a kellő körítéssel, és így mentek tovább a mérnöki karra, aztán a jogi karra. A Pesszent Imre ünnepségen erdélyi testvérvárosunk Körösvő alpolgármestere is részt vett. A szabadság egy olyan folyfogalom, pont ahogy Vasvári valamikor kifejezte, hogy egy olyan valami, amit az ember sosem ír el, de mindig vágyakozik utána. Vasvárinak van egy ilyen mondása. Lehet, hogy vajon mi is ebbe a csapdába esünk, hogy mindig vágyakozunk a szabadságra, és sosem érjük el, nem tudom. Küzdünk érte, szeretnünk azt is, hogy egyenlő állampolgárok legyünk a románokkal. Sajnos sok helyen azért nem ezt tapasztaljuk. Úgy a közigazgatásban, úgy másfele, hogy nem ez valósul meg. Március 15-én az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Arra a pillanatra, amikor Magyarország lerakta a polgári demokrácia alapkövét.